Tavaly 30 milliárd forint állami forrást fordítottak bölcsödék és óvodák felújítására, bővítésére, a következő években állami és uniós forrásból is szeretnének férőhelyeket és létszámot növelni, ugyanis az anyukák élnek a GED extra lehetőségével. Ha köztünk vagy is, jó a kedved, másoknak is mutasd ezt meg, jó a kedved, csetlincs nagyokat, csipcsak! Önkormányzati bölcsödék, munkahelyi bölcsödék, családi napközik. Több formája van a kisgyermekek napközbeni ellátásának. A szülők jól tudják, mi a különbség a hagyományos bölcsöde és egy családi napközi között. Nagyon családias légkörben vagyunk, kis csoportban játszhatnak a gyerekek, hiszen kis létszámú csoportokkal működünk, egyéni bánásmóddal foglalkozunk a gyerekekkel, és a szülőknek az igényeihez nagyon igazodunk. Ez utóbbi szimpatikus az anyukáknak, hiszen ha részmunkaidőben foglalkoztatják őket, akkor csak akkor hozzák be a gyereküket a napközibe, amikor dolgoznak. Mi reggel 7 órától délután 5-ig vagyunk nyitva, és ezt a szülők nagyon szeretik, hiszen ők dönthetik el, hogy hány órakor hozzák, és hány órakor viszik el a gyermekeiket. A jelenlegi szabályok rugalmasak, könnyen alapítható családi napközi. Ennek a napközinek a megalapítására egy oktatást végző alapítvány pályázott sikerrel. Uniós forrásból hozták létre a csoportokat, alakították ki a helységeket. Mi 2013. októberében nyitottunk meg, 17 fővel működünk, három csoportunk van 2 5-fős csoportunk és 1 7-fős csoportunk. Ha már 7 gyerek van jelen, akkor egy szakember és egy segítővel vagyunk. A tapasztalatok szerint az anyukák élnek a GED extra adta lehetőséggel. Változás 2016-ban, hogy a gyermek 1 éves kora helyett most már 6 hónapos kortól igényelhető a támogatás. A munkáltatók is igénylik a kisgyermekes anyukák után járó járulékkedvezményeket. A gyerekek nappali ellátására pedig a kis településeken is lehetőséget kell biztosítani a jövőben. Az új rendelkezések szerint a 10 000 fő feletti városokban az önkormányzatoknak a felmerülő igények függvényében gondoskodniuk kell az elegendő férőhelyről. Varga Anikó a vendégem, Kemecséről érkezett intézményvezető, a város egyik bölcsődéjét vezeti. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Ez az utolsó gondolat mégpedig az, és ez teljesen újszerű, hogy a 10 000 feletti városokban, illetve településeken a település nagyságához mérten bölcsődei férőhelyeket kell biztosítani, teljesen új, teljesen friss. 2016-ban lehetett erről először olvasni és hallani. Mi a jellemző? A kisebb településeken, a kisebb városokban igénylik-e az anyukák a bölcsődei elhelyezést, és indokolt-e az, hogy mindenhol korszerű bölcsödéket üzemeltessenek, működtessenek, és megfelelő férőhelyekkel? Kemecse városáról tudnék most ebben nyilatkozni. Közel több mint 50 éves múlta tekint vissza a bölcsődénk a településen. Az, hogy egy kis településen bölcsődét hoznak létre és bölcsődét üzemeltetnek, az az önkormányzatnak a döntése, az önkormányzatnak a hatásköre. Nyilván fölmérik előtte az igényeket. Mi jellemző Kemecsén? Van-e helyben munkahely? Egyre nő az igény erre az ellátási formára. Korábban egy 30 férőhelyes bölcsődét működtettünk, ugye, amit 2014. augusztus 31-én egy ünnepélyes keretek között kaptunk egy unió által létrehozott beruházást. Ez egy 40 férőhelyjel tudtunk tovább működni. Végül ez is kevésnek bizonyult, aztán 56 férőhelyre bővítettük az intézményünknek a létszámát. Hát ez mutatja, hogy valóban. Tehát nő az igény a bölcsődei ellátásra. Most a legújabb szabályozás szerint, és akkor a GED extrára utalok, nem kell megvárni az anyukának, hogy 1 éves legyen a kisgyermeke. Akár ha 6 hónapos a kisgyermek, akkor is visszamehet már dolgozni, megtalálja a gyermek a kisgyermek napközbeni ellátását valahol, valamilyen formában, bölcsödében, családi napköziben, vagy amit szeretnének még szorgalmazni, ugye, hogy munkahelyi bölcsödék is legyenek. Nyilván eldönti az anyuka, hogy részmunkaidőben vagy teljes munkaidőben megy vissza dolgozni, de mindig az anyukákkal való beszélgetések során kiderül, hogy ez egy nagy dilemma a szülő számára, ez hogy beadja-e vagy nem. Teljesen nyitott intézmény vagyunk, tehát a szülőknek biztosítjuk azt, hogy látogatás alkalmával, több alkalommal részt vegyenek úgymond a munkánkban, tehát betekintést nyernek az intézménynek az életében. Ez nagyon megkönnyíti az anyukáknak az elválását a kisebb gyerekektől is. Tehát régebben 2 év körüli gyermekek volt a
tehát voltak többségben a bölcsődében. Ugye most a gyerekszoba vezetésével egy év alatti, egy év feletti gyermekek létszáma is nagyon megnövekedett. Mi az, ami mellette szól egyébként a bölcsődei ellátás mellett? Miért lehet ösztönözni ezt a törekvést? Hát ezt azzal tudnám ezt a legjobban jellemezni, hogy a mi intézményünk is egy teljesen családias intézmény. Tehát kisgyermek, tehát négy csoportban dolgozunk, 10-12 gyerekkel két kisgyermeknevelő dolgozik. Tehát két kisgyermeknevelője jut 10 gyermek, tehát ez nagy mértékben elősegíti, tehát többet tudunk foglalkozni a gyermekekkel, többet tudunk részt venni a fejlesztő nevelő munkában, úgyhogy ez egy nagy mértékben elő. Tehát a gyermekek napközben biztonságban vannak, és kellőképpen a pedagógiai szakmai fejlesztésük is megtörténik napközben, lehet ezt így mondani. Egy másik újdonság, ez is 2016. januárjától, az, hogy az önök számára is, tehát a kisgyermekgondozók, a kisgyermeknevelők számára is egyfajta életpálya modellben gondolkodnak. Egy picike béremelés is társult most ehhez természetesen ez év elején, és főleg a diplomások részére, a diplomások számára. Mit látnak a pályán? Milyen szakmai lehetőségeket nyújt ez a terület? Örömmel fogadtuk ezt, hogy pedagógiai besorolást kaphattak a kisgyermeknevelők. Ugye a bölcsődénkben 3 fő rendelkezik most jelenleg főiskolai végzettsége, 1 fő végzi tanulmányait. Ez mind elkölcsileg, tehát mind anyagilag. Ez tehát bizonyíték arra, hogy érdemes tanulni. Tehát arra ösztönözni a kisgyermeknevelőket, hogy fejlesszék magukat, illetve a képzésekben vegyenek részt. Hiszen ez a 3 év alatti korosztály, ez tehát mind pszichológiai és mind pedagógiai szempontból is végül is nem csak már a gondozási feladatokra irányul, hanem szocializációs és más tevékenységekre is. És hát nyilvánvalóan ez fogja ösztönözni a kisgyermeknevelőket is arra, hogy minél többen felsőfokú képzettséget és felsőfokú képesítést szerezzenek. Én megköszönöm, hogy eljött hozzánk és beszélgethettünk erről. Az is igaz, hogy erről a témáról még nagyon sokat fogunk hallani és beszélgetni.